Békesség Isten tudom. A mi segedelmünk legyen Istentől, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök igaz Isten. Amen. Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi Atyántól és az Úr Jézus Krisztustól, aki adta önmagát a mi bűneinkért, hogy kiszabadítson minket a jelen való gonosz világból, Istennek és a mi Atyának akaratja szerint, akinek dicsőség örökkön örökké. Amen. Énekeljük testvéreim Isten dicsőségére a 157-es számú éneket. A 157-es számú ének így kezdődik, nem vagyunk mi magunké. Fizess meg nékem, amivel tartozom.
Leborulván azért az ő szolgatása, az ő lábai elé, könyörög valanéki mondván, légy türelemmel hozzám, és mindent megfizetek néked. De ő nem akará, hanem ellenvén börtönbe veti őt, míg nem megfizeti, amivel tartozik. Látván pedig az ő szolgatásai, amik történtek vala, felettébb megszomorodának, és elmenvén mindent megjelentének az ő uruknak, amik történtek vala. Akkor előhivatván őt, az ő ura, mondanéki, gonosz szolga, minden adósságodat elengedtem néked, mivel hogy könyörögtél néked. Nem kellett volna én néked is könyörülnöd a te szolgatásodon, amit éppen én is könyörültem te rajtad? És megharagudván az ő ura, átadta őt a hóhírok kezébe, míg nem megfizeti mind, amivel tartozik. Eképpen cselekszik, az én mennyei atyám is veletek, ha szívetekből meg nem bocsájtjátok, kiki az ő atya fiának az ő vétkeit. A kegyelem Isten tegye áldottá az ő igéjét, hogy Krisztus beszéde lakozzék bennünk gazdagon, és mi sok és áldott gyümölcsöt teremjünk az ő dicsőségére, mondjuk el együtt fennhangon bűnvaló imádságot. Úristen, örökkévaló és mindenható atyán, íme egybe gyűltünk itt, és a szentek egyességében, az angyalok és üdvözült lelkek társaságában, trónusod elé visszük áldozatunkat. Megvalljuk és megismerjük szent felséged előtt, hogy mi szegény bűnösök vagyunk. Bűnben fogantatva, hajlandók minden rosszra, és soha meg nem szűnünk áthárni szent rendeléseidet. Mikor ezt cselekedjük, igazságos ítéletedből romlást és kárhozatot vonunk magunkra. Mindazáltal, Urunk, bánjuk, hogy téged megbotránkoztattunk, s kárhoztatjuk magunkat és bűneinket, igaz bűnbánattal kérve, hogy a te kegyelmed jöjjön segítségül minékünk. Alázattal kérünk, szerető, irgalmas atyám, hogy könyörülj rajtunk. Töröld el bűneinket, növeld és sokasíts meg rajtunk napról napra szent lelked ajándékai, hogy igaz bűnbánatunk teremje a megtérés gyümölcseit, amelyek kedvesek te előtte. Vallást veszünk azért a te színed előtt, hogy egyszülött fiadba, ami Urunk Jézus Krisztusba vetjük egyedül hitünket és reménységünket. Bizonyosak lévén afelől, hogy hitáltal részeseivé lehetünk a te benne kijelentett kegyelmednek, melyet adj meg nekünk itt és az örökké valóságban, az ő nevéért. Amen. Bűneink megvallása és hitünkről való bizonyságtételünk után halljuk meg Isten kegyelmes válaszát az ő igéje által, mikor így szól hozzánk. Úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogy ha valaki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Amen. Helyet foglalva a 23-as számú ének első és második versét énekeljük. Az ének alatt a gyermekek átmehetnek az imaterembe. A 23-as számú ének így kezdődik. Az Úr én nékem őriző pásztor. Oh.
Urunk Istenünk, mennyei édesatyánk, az Úr Jézus Krisztusban, hálával állunk meg előtted ezen a vasárnap délelőttön. Hálával, hogy kegyelmed velünk volt az elmúlt hét folyamán, ahogy velünk volt egész eddigi életünkben. Hálával mindazért, amit kegyelmi ajándékként fogadhattunk tőled, amivel megjutalmaztál bennünket, noha mi méltatlanok vagyunk bármilyen jutalomra és bármilyen figyelmességre. Hiszen hallottuk és ismerjük, tudjuk a haszontalan, hűtlen szolgának a példázatát, és tudjuk, hatalmas adósságot halmoztunk fel nálad. És méltók vagyunk a legfőbb büntetésre, de azt is tudjuk, hogy te bármikor kész vagy elengedni az adósságunkat, kész vagy magadhoz fogadni bennünket, akár mint tékozló fiakat, gyermekeidként vársz bennünket haza, és örvendezés van a mennyeknek országában egyetlen bűnösnek a megtérésén. Ezt mind tudjuk, Urunk, és mi mégis haszontalan, rest, üdlen szolgáknak bizonyulunk, mi mégis meg annyiszor inkább a disznók vájúját választjuk az atyai ház terített asztala helyen. De most itt vagyunk, Urunk. Valamennyire talán készen állunk arra, hogy befogadjuk a te ígédet. Valamennyire jobban oda tudunk figyelni a te szabadra. Valamennyire jobban megnyitjuk a lelkünket. A te lelked és a te ígéd előtt, mint máskor tudjuk. Tedd hát, Urunk, hogy ez az Isten tiszteleti óra, amikor ünnep után, reformáció ünnepe után, és a halottak napja előtt lélekben megpróbálunk itt a te színed előtt, de talán félig már szeretteink sírjai körül is közben, családunkkal, munkánkkal, s még ezer egyébbel együtt lenni. Tehát ez az Isten tiszteleti óra legyen üdvösségünkre, legyen jobbulásunkra, legyen a te anyaszent egyházadnak épülésére. A mi Urunk Jézus Krisztusért kérünk, hallgass meg könyörgésünket. Amen. Isten igének a hallgatására készüljünk a 23-as ének harmadik versével. Szent ígéje által szó most hozzánk írva található
A Márk írása szerint való Szent Evangélium 9. részének 33-tól 36-ig teredő verseibe. Márk Evangéliuma 9. részének 33-tól 36-ig teredő verseit figyelemmel és alázatos lélekkel hallgassátok. És elméne Jézus Kapernaumba, és odahaza megkérdezi őket, mi felett vetekedtetek egymással az úton? De ők hallgatának, mert egymás között a felett vetekedtek vala az úton, hogy ki a nagyobb. És leülvén odaszólítá a 12-t és mondanékig. Ha valaki első akar lenni, legyen mindenek között utolsó és mindeneknek szolgája. Ha valaki első akar lenni, legyen mindenek között utolsó és mindeneknek szolgája. Ez Isten igéje. Ennek a vasárnap délelőttnek azon túl, hogy reformáció ünnepe után vagyunk egy nappal, és a halottak napja előtt vagyunk egy nappal, és ez nyilván rányomja bélyegét erre az egész mai napunkra, érzéseinkre, gondolkodásunkra. Ennek a mai napnak van még egy különleges tartalma, mégpedig azt, hogy négy új presbiter fogadalmat tesz itt a gyülekezet színe előtt a mai napon. Tehát egy ünnepének, egy ünnepélyes pillanatnak leszünk tanúi, hiszen azt tudomásul kell vennünk, hogy a presbiteri szolgálat is egyetlen szempillantás az időben, mint ahogy az egész emberi élet. És bizony, föltevődik a kérdés, ugyanúgy a halottak napjával is, ha nevezhetjük így a halott kultuszunkkal kapcsolatban, mint a presbiterséggel kapcsolatban, hogy mire tartja magát az ember. Mennyire szabad, mennyire kell, mennyire lehet az embernek magát bármikor előtérbe állítani, önmagára gondolni, önmagával foglalkozni. Hiszen tagadhatatlan, hogy a halál kérdésében és akár a gyászunkat tekintjük, akár a temető gondozást tekintjük, bármilyen részét annak, ami a halálhoz kapcsolódik, a gyász Isten tisztelettől, vagy már előtte a holttest előkészítésétől kezdve, tehát minden mozzanatban ott van a kérdés, hogy de én, de mi van velem, de mi fog történni velem. Ezt a kérdést nem tudjuk megkerülni. Van, aki megpróbálja elodázni, tehát igyekszik nem válaszolni erre a kérdésre. Van, aki könnyű szívvel gondol élet-halál kérdésére, mert úgy érzi, hogy megvan a válasza, vagy úgy érzi, hogy őt még ez a kérdés nem kell foglalkoztassa, ráér majd később valamikor foglalkozni vele, és vannak természetesen olyanok, akiket nyomaszt, akik súlyos teherként élik meg, akik nyilván elsősorban éjszaka sötét óráiban, de amellett akár nappal is óriási nyomás alatt érzik magukat, mert nem érzik azt, hogy a halál szabadulás lenne, a halál csak egy lépés lenne, a halál csak egy átmenet lenne, hogy a halál után valami jobb következne. Mindenképpen kettős a keresztény embernek a halállal szembeni érzése. Egyrészt van bennünk egy várakozás. Az a várakozás, amit Isten ígéje támaszt bennünk,
az az íge, ami Istennek országát csodálatosnak, elképzelhetetlenül szépnek és emellett örökké valónak írja le. A másik érzés a felelősségünknek az érzése, hiszen nem egy helyen, több helyen beszél arról a Szentírás, mint ahogy most a Jézus által elmondott példázatból is halljuk, hogy bizony az ember felelősséggel tartozik önmagáért, ez a felelősség bizony adósságot halmoz fel az életünkben, ezt az adósságot önmagunk erejéből alig ha vagyunk képesek törleszteni, lerendezni. Ami Urunk, Istenünk kegyelmére van bízva, hogy ezt az adósságot elengedje. Ott van egyfelől tehát a várakozás, másfelől pedig ott van ez a teher, adósságainknak terhe a vállunkon. És akkor megpróbálunk ezzel a két érzéssel Isten színe elé állni, megpróbáljuk a magunk válaszát úgy megtalálni, hogy azért mégis, ha lehet, kedvező legyen a számunkra. Tehát kicsoda az közülünk, aki abban a tudatban akar élni, hogy már pedig ő kárhozatra kerül, bármit jelentsen is a kárhozat. Ki az, aki ne vágyná azt, hogy a halál után örök élete legyen? De felteszem ezt a kérdést sokkal húsba vágóbban. Kicsoda az közülünk, aki elhunyt szeretteire úgy gondol, mint akik a kárhozatban vannak, vagy mint akik megsemmisültek, és többé már nincsenek, és nem léteznek. Talán éppen itt találhatjuk meg értelmét és lényegét annak, hogy engedi az Úristen nekünk, hogy halottainkkal foglalkozzunk. Hiszen ősidőktől kezdve jelen van az emberiség életében a halottakkal való törődés, a síroknak a gondozása. Már az Ószövetség legelején olvashatunk arról, hogy egyik másik ősatyának hol van a sírja. Pontosan tudják, nemzedékek múltán, mondhatjuk évszázadok múltán is, hogy egy-egy jeles személynek hol volt a sírja, azzal együtt, hogy az Ószövetség rendtartása szerint nincs különösebb halottakkal való foglalkozás. Ezt Jézus halálakor és temetésekor láthatjuk, ahogy meghal, ez ugye egy péntek délután, amikor Jézus kiszenved, még alkonyat előtt leveszik a testét a keresztről, és még akkor és azonnal eltemetik. És majd harmad napon mennek, hogy bebalzsamozzák a testét, és ha nem történt volna a feltámadás, akkor azzal, hogy húsvét hajnalán az asszonyok kimennek a sírhoz, és bebalzsamozzák Jézust, visszateszik azt a nagy követ Jézus sírjára, onnantól kezdve a történet le lenne zárva. Nem hordanak virágot, és nincs semmilyen további otthon a házakban, nem volt jellemző az, hogy bármilyen módon megemlékezzenek a halottakról. Máshol, más népeknél nagyon gazdag halott kultusszal találkozhatunk. És azért mondom, hogy az Úristen megengedi nekünk, hogy halottainkkal foglalkozzunk, mert ezáltal kénytelenek vagyunk a saját életünkkel foglalkozni. Kell saját magunkkal foglalkozni. Föl kell tenni az embernek a kérdést, hogy vajon mekkora az én adósságom. Amit Jézus mond, az az összeg a példázatban, a történetben elképesztően nagy. 10 000 talentum, mérhetetlen gazdagság, tehát tessék arra gondolni, hogy kit ismernek a világon leggazdagabb embernek, és körülbelül
ez a jelentése a 10 000 talentumnak, hogy a Földön a leggazdagabb ember tartozik teljes vagyonával a királynak. És a király, halljuk, elengedi ezt a tartozást, úgy, ahogy mi elengedjük a tartozást. Amikor egy szerettünk eltávozik közülünk, nincs többi tartozása irántunk. És talán arra is oda kellene figyelni, hogy a tartozásokat, azokat nem a halál pillanatában kellene elengedni, hiszen a történetben ott van az is, hallottuk és ismerjük jól a példázatot, hogy az a szolga nem volt hajlandó elengedni annak, aki jóval kevesebbel tartozott neki az adósságát, így aztán maga is visszakerül a király kezei közé. De éppen arra figyelmeztet bennünket ez a történet, hogy az adósságot el kell tudni engedni. Ne az utolsó pillanatban. Ne egy sír mellett állva kelljen elsírni nekünk, hogy de jó lett volna. De jó lett volna másképp elrendezni. De jó lett volna elmondani, vagy elhallgatni dolgokat, megtenni dolgokat, vagy meg nem tenni dolgokat. Ne a sír mellett akarjuk rendezni a tartozást, ami már nincs. Hiszen hogy legyen egy halottal szemben bárkinek, vagy egy halottnak bárki élővel szemben tartozása. Még amíg élünk, még amíg itt vagyunk, még amíg megtehetjük, addig kell nekünk a tartozásainkat rendezni. Hogy aki elmegy, mert el kell mennie, mint ahogy mindannyiunknak el kell menni a magunk rendjén, és nem tudjuk ezt a rendet, nem tudjuk, hogy mikor következik, kinek az ideje, akkor ne legyen súlyos teher a vállán. Se ember társainkkal szemben, sem Istennel szemben, amennyire ez lehetséges, ne legyen fölhalmozott adósságunk. És akkor halljuk a másik történetet Márk evangéliumából, amit nagyon érdekesen ír le az evangélium. Jézus és a tanítványai Kapernaumba mennek, ugye Kapernaum az a hely, ahol Jézus gyermekkora és ifjúsága telt, és tehát hazamegy, így is mondja az evangélium. És Jézus, amikor megérkeznek, akkor előveszi a tanítványait, hogy miről beszélgettek az úton. És nem mondja el nekünk az evangélium, tehát nem írja le azt. Máshol találkozunk hasonló történettel, hogy a tanítványok vetekednek egymással. Itt nem mondja el az evangélium, hogy a tanítványok egymás között ezt és ezt beszélték az úton. És ez szerintem arra figyelmeztet bennünket, hogy nem az emberi beszéd, nem az emberi vélekedés a fontos, éppen ezt hangsúlyozza ki ez a történet is. Tehát nem az a fontos, hogy a tanítványok mi fölött vitatkoznak, mi fölött nem tudnak megegyezni. Az a fontos, amit Jézus mond. Elmondja, mint egy zárójelben a történet, hogy az a vita tárgya, hogy ki előbbre való közülük. És akkor megjelenik az a gondolat, hogy de az ember szeretné magát elő tudni. Tehát minden tervünk, minden súlyunk ellenére szeretnék magunkat elő tudni. Jézus tanítványaiként a családban, a társadalomban, a gyermekek az osztályban, a közösségben, tehát minden helyen, minden rendben szeretjük magunkat, vagy szeretnénk magunkat ritka kivételtől eltekintve előtt. És akkor azt mondja Jézus, jó, akkor aki első akar lenni közöttetek, az legyen utolsó. És ez egy nagyon különleges tanítása Jézusnak. Azért különleges, mert erre, vagy erre sincsen, mint ahogy a hegyi beszéd tanításai, ugye tegnap idéztük a boldog mondásokat, tehát erre sincsen földi példa, hogy az legyen a legfőbb dolog, az legyen a példamutatás,
az legyen a dicséretre méltó, hogyha valaki utolsó. És nyilván nem restségre kell gondolni, nem lemaradásra kell gondolni, hanem ha valakit megalázza magát a többiek előtt, ha elvállalja a szolgálatot, ha elvállalja, hogy nem dicséretért, nem fizetségért, nem bármiféle jutalomért, hanem Isten előtt, hanem jókedvvel, hanem szeretetből, hanem másokért végzi azt a szolgálatot. Nagyon nehezen értették meg a tanítványok, mint ahogy azóta is nehezen érti meg a kereszténység is, hát még akkor a világ, a társadalom. Hogyan érhetné meg a világ, ha mi keresztjének nem mutatunk példát? Hogyan érhetné meg a világ, ha nem látja rajtunk, hogy igen, mi boldogok vagyunk attól, hogy szolgálatot végezhetünk. Boldogok vagyunk attól, hogy utolsónak számítanak bennünket, hogy népsorolvasáskor, dicséret, mondáskor, jutalom, osztáskor mások vannak, és mi nem vagyunk ott. Talán valakik megemlékeznek egy sóhaj, egy köszönetmondás formájában, mert rájuk mosolyogtunk, mert megsimogattuk őket, mert valamilyen szolgálatot elvégeztünk, de ennyi, és nem tovább. És valahol megszólal azért a biztatás, hogy de a ti nevetek föl van írva a mennyeknek országában. És minden ellentétes cselekedet valahányszor nem azzal törődünk, hogy onnan felülről éppen hogy nézünk ki, miközben a dolgunkat végezzük, minden ellentétes cselekedet azt az eredményt hozza, hogy a mennyei kincset elcseréltük valami földi haszontalanságra. Egy szempillantásig tartó valami apróságra. Soha nem éri meg. Soha nincs az az árfolyam, az az átváltás, amiért a mennyei kincseket földi dolgokra megérni, elcserélni. Ezért hát, aki első akar lenni köztünk, az legyen utolsó. Ezért hát, aki szerettei sírjához készül ma és holnap, azt tegye úgy, hogy közben ott a lelkébe, nem csak a már eltávozottal köt békességet, vagy éppen kér engesztelést a maga számára, de az élőkkel, bárki legyen családtag, vagy ismerős, vagy rokon, vagy ellenség, vagy ezer idegen, hiszen fele barátok vagyunk mindnyájan, és testvérei a Krisztusnak. Amen. Válaszoljunk az ígére a 271-es számú ének első versét énekelve, a 271-es számú ének első verse így kezdődik, küldj áldást az őrállókra. Thank you.
Isten, mi ezt a világot láthatóra és láthatatlanra vagyunk kénytelenek osztani, és meghatározzuk, hogy van a földi élet, és van a földön túli világ, amibe nem nyerhetünk bepillantást, amit földi érzék szerveinkkel föl nem foghatunk meg, nem ragadhatunk. Te előtted, Urunk, viszont éppen olyan létező, valóságos, látható és jelen való ez a földi élet, mint a földön túli, ahogy a múlt, a jelen és a jövendő egyaránt. Te, Urunk, látod mindazt, amit mi nem láthatunk, és Te, Urunk, a Te bölcsességed szerint rendezed az egész világnak a sorsát, úgy, ahogy mi bele nem pillanthatunk, és ahogy értelmünk föl nem foghatja. Mi bizony terhek súlya alatt fáradunk, vagy éppen nyögünk és panaszkodunk. Mi egyik napról a másikra, sőt, egyik pillanatról a másikra élünk csupán. És a lelkünk mélyén ott van a vágy, ott van az ígéd által támasztott lehetőség megragadása, hogy ez a földi élet ne érjen véget számunkra, és ne kín és nyomor legyen az osztály részünk, hanem legyen a halál átmenet abba a megígért mennyei dicsőségbe. És minden szerettünket, minden elköltözöttünket ebben a mennyei örömben és dicsőségben kívánjuk látni. És ha bármi adósság volt nekik irántunk, azt jó szívvel engedjük el. És ha bármi adósságot érzünk, akkor könyörgünk azért, hogy elengedtessék az az adósság. De tudjuk, hogy tovább kell mennünk, és többet kell tennünk, mert adósságunk van a velünk élőkkel szemben, ahogy adósságunk van veled szemben, Urunk Istenünk. És ez az adósság bizony fontosabb jóval, mint az előbbi. Te, Urunk, tudjuk, készen vagy elengedni az adósságunkat. Már csak nekünk kell tudni elengedni a másokét. Nekünk kell igaz fele barátságunk bizonyulni. Ő tanítványnak, aki nem az elsőséget keresi, hanem a szolgálat lehetőségét. Nem a dicséretért, nem a jutalmazásért munkálkodik, hanem azért, mert így kérted, mert megígérted, hogy ezáltal neveink föl vannak írva a mennyek országában. Adj hát, Urunk, erőt testben és lélekben, hogy a szolgálatot jó szívvel el tudjuk végezni. Adj, Urunk, mégis lelki szemeink szerint való látást, hogy túlláthassunk a földi életet, és reménység töltsön el bennünket. Adj, Urunk, vigasztalást mindazoknak, akik a sírkerteket keresik fel bárhol a világon. Adj, Urunk, épülést anyaszent egyházodnak. Adj, Urunk, mindenkor jó lehetőséget arra, hogy a Te háromszor szent nevedet dicsérjük, magasztaljuk. Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök igaz Isten. Amen. Csendesedjünk el, s kiki lélekben vigye könyörgését Isten színe elé.
áldott az Isten, aki meghallgatja könyörgésünk szavát. Amen. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved. Jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert Tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Helyet foglalva hallgassák a következőt a hirdetéseket. Hirdetem, hogy Isten tiszteletünk folytatásában sor kerül az újonnan választott presbiterek ünnepélyes esküvő ételére az ének után közvetlenül. Hirdetem, hogy az asszonyok kérésére, vagy némely asszonyok kérésére pontosabban nem ma délután tartjuk a betegek Isten tiszteletét, hanem mához egy hét. Azért kérték, mivel többen szeretnének ma délután, akár itt, akár más helységben, temetőkertbe látogatni. Én jó szívvel teszek eleget a kérésnek, tehát hirdetem, hogy mához egy hétre tartjuk vasárnap délután a betegek Isten tiszteletét. Pénteken 6 órára szeretettel hívom és várom a nőszövetség tagjait bibliaórára. Az elmúlt hét folyamán egyházfenntartói adományt fizetett özvegy Pesti Györgyné 75 lej és Pesti György ugyancsak 75 lej. Az adakozást a gyülekezet áldozatos szeretetébe ajánlom, tudván azt, hogy a jókedvű adakozót szereti és megáldja az Isten. Akkor a presbiterek ünnepélyes eskütételére készülve a 271-es ének 5. versét énekeljük, áld meg a te szent népedet. Piroskát és Nagy Lászlót,
kedves testvéreim, Pál apostol a Korintus beliekhez ír második levél 6. részében mondja a következőket. Mint együtt munkálkodók, intünk is, hogy hiába nevettétek légyen az Isten kegyelmét, mert ő mondja, kellemetes időben meghallgattalak, és az üdvösség napján megsegítettelek. Íme itt a kellemetes idő, íme itt az üdvösség napja. Senkit semmiben meg ne botránkoztassunk, hogy a szolgálatunk ne szidalmaztassunk, hanem ajánljuk magunkat mindenben, mint Isten szolgálja, sok tűrésben, nyomorúságban, szükségben, szorongattatásban, vereségben, tömlöcben, háborúságban, küszködésben, virrasztásban, bőtölésben, tisztaságban, tudományban, hosszú tűrésben, szívességben, szent lélekben, tettetés nélkül való szeretetben, igaz mondásban, Isten erejében, az igazságnak jobb és bal felől való fegyvereivel, dicsőség és gyalázat által, rossz és jó hír által, mint hitetők és igazak, mint ismeretlenek és mégis ismeretesek, mint megholtak és ím élők, mint ostorozottak és meg nem ölöttek, mint bánkódók, noha mindig örvendezők, mint szegények, de sokakat gazdagítók, mint semmi nélkül valók és mindennel bírók. Ami szán megnyílt, ti légtek, ami szívünk kitárul. Kedves presbiter testvéreim, akik vállaltátok a szolgálatot a pusztadaronci gyülekezetben, hallhattátok a felolvasott ígében, de úgy gondolom, hogy nem mond újat számotokra ez az ige. Nem pénzzel, nem hatalommal, nem emberek előtt való dicsőséggel jár a presbiteri szolgálat, hanem azt mondom, annál sokkal többel, mert Isten előtt való szolgálatot vállaltok és fogtok végezni. Ebben a szolgálatban, ahogy az ige elmondta, jó és rossz, egyáltalán egy aránt jelen van és jelen lesz. Én nem kívánok most sokat mondani, csak kívánom tiszta szívből, hogy a mindenható Isten adjon erőt, adjon kitartást, adjon türelmet és adjon jókedvet ehhez a szolgálathoz. Most pedig testvéreim, hogy mindenki lássa, hogy azt a tisztséget, melyre Jézus akaratából elhivattatok, készek vagytok egész hűséggel és lelkiismeretesen betölteni, tegyetek esküt Isten és a gyülekezet színe előtt, a gyülekezetet kérem, álljunk fel. Mondja mindenki a teljes nevét. Én esküszöm az élő Istenre. Esküszöm az élő Istenre. Aki Atya, Fiú, Szentlélek. Aki Atya, Fiú, Szentlélek. Teljes Szent Háromság. Teljes Szent Háromság. Egy örök igaz Isten. Egy örök igaz Isten. Hogy presbiteri tisztemben. Hogy presbiteri tisztemben. Melyre Isten akaratából. Melyre Isten akaratából. Egy gyülekezet elválasztott. Egy gyülekezet elválasztott. A mi Urunk Jézus Krisztusnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak, hűséges szolgája leszek. Hűséges szolgája leszek. A fennálló egyházi törvényeknek, a fennálló egyházi törvényeknek, és törvényes rendeleteknek, és törvényes rendeleteknek, minden teendőimben, minden teendőimben, kész szívvel engedelmeskedem. Kész szívvel engedelmeskedem. A lelki pásztort, a lelki pásztort és egyházunk munkásait, és egyházunk munkásait, egyház védő és építő munkájukban, egyház védő és építő munkájukban,
minden erőmből támogatni, minden erőmből támogatni, szent kötelességemnek ismerem. Szent kötelességemnek ismerem. Ha emberi gyarlóságból, akár az egyházi törvények, akár az egyházi törvények, akár törvényes felsőbségem ellen, akár törvényes felsőbségem ellen, valamivel vétenék, az egyházi fenyítéket, alázatosan felveszem, az általam igaznak ismert, református vallást, sem félelemből, sem adományért, sem más egyéb tekintetért, meg nem tagadom. Beszédemmel, minden munkásságommal, jó példámmal, és egész életemmel, Anyaszentegyházunk építésére, és Isten országa terjesztésére, törekszem, naponként igyekezvén, magam is, és hívogatván másokat is, követni azt, aki fő, a mi Urunk Jézus Krisztust. Isten engem úgy segéljen. Amen. Kedves testvéreim, Isten nevében felveszlek a gyülekezet presbitereinek közösségébe, legyen áldás rajtatok és szolgálatotokon. Isten áldja szolgálatot. Kedves testvéreim, imádkozzunk a mi presbiterré választott testvéreinkért. Urunk Istenünk, előtted állnak új munkatársai az Anyaszentegyháznak, akik nem látják a jövőt, nem tudják a következő pillanatot, de te, Urunk, tudod, hogy miért rendelted őket egy gyülekezet élére. Te tudod, milyen feladatot bíztál rájuk, és mi azt kérjük, hogy adj nekik erőt, lelket, adj nekik időt, adj nekik kitartást, hogy presbiteri szolgálatukat, feladataikat elvégezzék, és adulunk, hogy mi is jó segítő társaik legyünk e feladat végzésben, add, hogy együtt, egy akarattal szolgáljunk neked, dicsérjünk és magasztaljunk téged mindenkor. Amen. Áldásra készülve a 90. Zsoltár első versét énekeljük. Amen.
Krisztusnak kegyelme, Istennek szeretete, Szentléleknek megáldó és megszentelő ereje.